álljátok lázba! Éppen a padokat pakolják le a kamionról a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segítői és a Dombóvári I. és Gyula gimnázium diákjai az iskola udvarára. Már 12 éve együttműködik a gimnázium a szeretetszolgálattal, volt már több jelentős közös eseményük, ez is oka a mostani adománynak. Az itteni máltai csoport, aki nagyon jó kapcsolatban van a gimnáziummal, kértek, hogy itten hiány van bizonyos osztályok a bútorral, és akkor a nemzetközi kapcsolat révén, ahol Németországban ezt komputerizáltuk, hogy mi adomány van felajánlva, mi adományra van igény, ebbe a rendszerbe beléptünk a németországi máltaiak, és kerestek, hogy kinél van erre a célra, meg hogy hívják, és kisült, hogy Bajorországban volt egy iskola, aki felújították, és akkor felajánlták, és akkor meg kellett még szervezni a logisztikát, szállítás, szállítási költség, stb. Hát például éjjel még a sofőr visszamegy Németországba, mert nem kapott kedre szabadságot, szóval neki muszáj visszamenni, mert mint önkéntes jött és hozta le a nagy szállítmányt. A Dél-Dunántúli régió munkatársa, aki az egyházas kozári csoportot vezeti, elmondta, kiváló az együttműködés a gimnáziummal. Sok közös programban, akcióban vesznek részt együtt. Ők segítenek nekünk az Adni Öröm akcióba, a gyűjtésbe, a cipősdoboz akcióba, akkor ruhagyűjtésbe, amiket Moldvába vagy Székelyföldre segélyszállítmányként szoktam vinni. És a Gyarmati Gyönyi, ugye ő az igazgatóhelyettesnő, és ő mondta el nekünk egy alkalommal, mivel mindig január elején van egy ilyen záró foglalkozás, amikor eljövök és elmondom a gyerekeknek, hogy mennyi adományt tudtunk összegyűjteni az ő segítségükkel, hány családot tudtunk megsegíteni. Sok egy ilyen beszélgetés végén elmondta a Gyöngyike, hogy nagyon rossz állapotban vannak a padok, meg nem tudják pótolni őket, mert borzasztó sok pénzbe kerül. És akkor mondtam neki, hogy teszek egy próbát, akkor fölhívtam az ugrani nagykövet urat, régi barátság fűződik már hozzá, és megkérdeztem, hogy Imre, menne ez a dolog, hogy tudnánk segíteni. Azt mondja, persze, hogy tudok, hát várunk egy kicsit, egy-két hetet, azt mondja, és akkor meglátjuk, hogy ugye van egy ilyen program a Máltánál, hogy fölteszik, hogy mit szeretnének ez a nemzetközi kapcsolatokba, és éppen beugrott egy olyan iskolát, ürítettek ki, és azt mondta, hogy lesz, mondta meg, hogy három osztályteremre való bútor kellene, azt mondta, hogy amennyi van, azt mind el fogjuk hozni. És akkor ez majd 2-3 hónapig ez vajulott ez a dolog, és akkor egyszer telefonál nekem előtt egy 3-4 nappal, hogy tele van rakva a kamion, és útban van Magyarország felé. És tegnap érkezett itt ott a Pesten, akkor máma itt van. Nagy örömmel. Én is örülök ennek, hogy itt az iskolánk a születésnapjára ez egy szép születésnek ajándék lesz. Nagy hiányt pótol ez az adomány. Nagy szüksége volt már a gimnáziumnak a jó állapotban lévő padokra, székekre. 4 tanterem összecsavarozott padjait cserélik most le. Ez mintegy 120 tanulónak ad biztonságos padokat, székeket a kulturált tanuláshoz. Borzasztó hálásak vagyunk a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak és a Lovagrendnek, hogy együtt tudtunk működni, és ők az első hívószóra összefogtak, és megpróbáltak nekünk minél hamarabb segítséget nyújtani abban, hogy azok a 60-as évekből származó összecsavarozott padok, padsorok 4 osztályunkból is megújulásra kerüljenek, amik már tényleg nem szolgálják egyrészt sem a mai gyerekek magasságához nem illenek, sem a mai óraszervezési eljárásoknak nem felelnek meg, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy segítséget tudtunk kapni tőlük. Dombóvár életében is jelentős pillanatok ezek. A város nagyon örül annak, hogy a Máltai Lovagrend, illetve a Máltai Szeretetszolgálat ilyen jó a kapcsolata az intézménynek, illetve a városnak is. Ez egy több millió forintos adomány, ami ide tudott most a városba kerülni, és örülünk annak, hogy ez mi is közre tudtunk játszani. A régi padokat nem dobják ki, hanem újra hasznosítják. Új életre kelnek az iskola udvarán. Ülőkéket készítenek belőlük, amelyek az iskola udvari közösségi rendezvényein kiváló szolgálatot tesznek majd.